Rick Metikó Etiópiából származik. Pályafutását 8 évesen a Circus Etios Szelámnál kezdte, azóta a világ számos neves cirkuszában fellépett és látványos sikereket ért el. Jelenleg ő az egyik legismertebb kaucsuklány. Fellépése előtt kérdeztük a kezdetekről és a terveiről. Még iskolába jártam, amikor elkezdtem a cirkuszt, és beleszerettem. Ettől kezdve iskola után rohantam a cirkuszba, és semmi más nem akartam csinálni. 2-3 év elteltével a szüleim panaszkodni kezdtek, mivel a jegyeim leromlottak. Azt mondták, nem tanulok olyan keményen, mint előtte. Szóltak, hogy ezt abba kell hagynom, kérték, hogy álljak le a cirkusszal, és figyeljek a tanulásra, és legyek jó tanuló. Elkezdtem vitatkozni velük, mert nem akartam abba hagyni, és innentől pár évig ez volt folyamatosan. Kemény volt. De ezután kaptam egy ajánlatot, hogy elmehetnék Németországba. Amikor ezt meghallották, és azt, hogy erre gyakorolnom kell, akkor beleegyeztek. Azt mondták, hogy oké, hogyha ez az, amit szeretnék csinálni, akkor csináljam. Így sikerült. Érdekes volt. Már az elején is ilyen hajlékony voltál, vagy később alakult ez ki? Igen, már alapból hajlékony voltam. Ezért is mondta a barátom, amikor látott, hogy gyere, ezt neked ki kell próbálnod, és elvitt a cirkusziskolába. Mennyi időbe telt, hogy ilyen rugalmas legyél, hogy szinte már csomót tudj kötni magadra? Alapvetően ez lassan alakul ki, nem így. Emellett pedig van egy edzőm Mongóliából. Ő edzett velem egy másfél évig. Ezáltal erősödtem meg, lettem rugalmasabb, és megtudtam, hogy mire vagyok képes. Ez egy szokásos dolog Etiópiában? Igen, de most már rájöttem, hogy vannak, akik ezt professzionálisan űzik világszerte. Ezért nagyon keményen edzenek, és emiatt nagyon sok artista van már. Mit értesz az alatt, hogy nagyon keményen edzenek? Úgy értem, hogy ez a szakma egy verseny. Rengeteg gumiember van világszerte, és neked különböznöd kell, vagy sokkal jobbnak kell lenned, hogy kiválasztanak, és legyen munkád. Részt kell venned a versenyben, nem csak a móka kedvéért csinálnod nap, mint nap. Ezért kell nagyon keményen dolgoznod, és új ötleteket kitalálni, hogy új dolgokat tudj bemutatni. Hogy készülsz fel egy előadásra? Alapvetően ráérősen. Nem lenne szükség egy órára, de én szeretek kényelmesen felkészülni. Megcsinálom a sminkem és a hajam, és amikor elkezdődik a show, akkor lejövök bemelegíteni. Én vagyok a 6. fellépő, ezért a show kezdetekkor már el kell kezdenem bemelegíteni. Szóval itt szoktam felkészülni. Te az emberi képességek határait feszegeted. A nézők először ledöbbennek, és eláll a szavuk. De ahogy látják az előadásod, szinte fel se tudják fogni, hogy lehetséges ez. Tudsz olyanokról, akik műtétekkel fejlesztették magukat? Nem, egyszerűen annyi gumiember van, akik nagyon tehetségesek, és ők csak gyakorolnak. Folyamatosan nyújtanak, és igyekeznek jobbak lenni a másiknál. Nem hiszem, hogy lennének, akik műtéteket használnának. Szóval a titok a nagyon jó edző? Igen. Az én alkatommal, hogyha elkezdenék egy ilyen tréninget edzőkkel, akkor esetleg én is el tudnám ezt sajátítani? Hát,
Hát meg kéne próbálnod, hogy biztosan tudod, hogy megy-e vagy sem. De elég nehéz lenne a korod miatt. Kell egy jó tanár, hogy vezessen és megmutassa, hogyan kell jól elkezdeni. Ezeket a trükköket te találod ki? Különböző videókat nézek a neten, és utána megpróbálom kicsit különlegessé tenni. Nem azt mondom, hogy ijesztő legyen, de hogy érdekes legyen az egész. Meddig lehet ezt csinálni? Nem tudom, milyen hosszan, de addig fogom csinálni, amíg bírom. Néhány gumiember 30-34 éves koráig is csinálja, de én nem tudom, hogy fogom-e addig csinálni. Meglátjuk. Milyen terveid vannak a jövőre? Szeretnék én is gumiembereket edzeni. Nagyon sok fiatal artista van Etiópiában. Velük szívesen foglalkoznék. Mennyi szabadidőd van, miközben turnézol egy országban? A leghosszabb szabadság általában egy hónap. Ilyenkor hazamegyek a családomhoz, utána pedig jövök vissza dolgozni. A családod alatt a szüleid érted, vagy a férjed? Nem vagyok házas. Apukám, anyukám és a húgaim és a bátyáim a családom. Etiópia egy meglehetősen szegény ország. Te vagy a családod fő kenyérkeresője? Nem, a testvéreim is idősebbek. Megvan a munkájuk, a családjuk, nincs szükségük rám. Persze, ha valami kell, akkor segítek, de nem szokott kelleni a segítségem. Említetted a testvéreid. Előfordul, hogy épp Franciaországban adsz elő, és egyszer csak megjelennek az előadáson? Még nem, de nagyon szeretném, ha megtörténne. Mielőtt befejezem, nagyon szeretném, ha ez beteljesedne. Nagyon messze vannak Etiópiában Európától, de szeretném, ha egyszer meglepnének.